Sikerült megkaparintani a mai esti előadónkat a társaság életből. Ugye a Galilei sorozatot tartunk most, ez utolsó előadása a Galilei ciklus keretében. Görgei Zoltán a vendégünk, aki nem is vendég, hiszen itthon vagy, Galilei a hold kutatója. Ugye Galileivel kapcsolatban mindenfajta tévképzet él Galilei és a hold felfedezése kapcsán, távcsöves látványok kapcsán. Különféle vádak, vádaskodások, felmentések. De nem akarom lelőni a poént, úgyhogy ezt te jobban értesz. Hallgatsz, hogy is bologatok jókat. Mindenki egyetért. Nagyszerű, mindenki szeret mindenkit. Átadom a mikrofont. Köszönöm szépen, és szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm a meghívást. Igen, én úgy szeretem, hogyha teljesen sötét van, nem tudom, hogy jó így, vagy így túl sötét van? Jó, jó, így. Jó. Én ezt behajtom, hogy lekapcsoljátok ezt a villanyt itt kint. Elnézést, csak... Jó. A Galilei a hold kutatója. Igazából lehet, hogy egy picit személyesebb lesz ez az előadás, mint az ildomos lenne, de szerintem Galilei egy olyan személyiség volt, olyan egyéniség volt, akit nem lehet szárazon és csak ilyen tényszerűen tárgyalni, hiszen tudjuk, hogy aki olvasott is akár egy kicsit is Galilei életéről, tudja, hogy ő egy nagyon vehemens, egy élettel teli, egy vitatkozni szerető ember volt, és kicsit szerintem mindenki így viszonyul hozzá, tehát nem olyan kétdimenziós mondjuk, mint Kepler, ugye egy kicsit szárazabb ember volt, vagy egydimenziós, mint Kopernikusz, persze ez most nagyon csúnya vád, de hogy őről kevesebbet lehet tudni, mondjuk Kopernikusz életéről, hogy milyen is volt, mint személyiség, ugye kevés anyag maradt fent, azért szeretjük Kopernikusz, mert egy óriási nagy zseni volt, de Galileiről iszonyatos levelezés, nagyon sok anyag maradt fent. Én is ezért egy kicsit személyes élményekkel kezdeném az előadásomat. A galilei élmény. Tehát, hogy a galilei, akkor galilei élmény is egyben. Ugye szerintem mindenki tudja, hogy mi ez a galilei élmény. Ugye az első távcsőbe pillantás élménye, és a legjobb égitest, a legalkalmasabb égitest a galilei élményhez, természetesen a hold, ugye a legfantasztikusabb égitest, ami létezik. Nem csak azért, mert hogy én vagyok a holdrovat vezető, de tényleg az egyetlen égitest, ahol természetesen az is közrejátszik, de az egyetlen égitest, ahol emberléptékű alakzatokat láthatunk. És egy személyes élmény, csak azt szeretném elmondani, hogy a csillagászat felé talán az első gyerekkori álom indított el, hogy még egészen kicsi voltam, amikor talán óvodás kor, amikor azt álmodtam, hogy és ez visszatérő álom volt, tehát háromszor, négyszer is megtörtént, hogy nagynak látom a hold felszínét. Tehát egészen nagynak. Akkor előtte még én nem néztem soha csillagászati távcsőbe, semmilyen távcsőbe, de hogy nagynak látom a felszínét, és nyilván, hogy ha a hold egészen nagy, akkor a felszíni részleteket is lehet látni. Ez volt egy ilyen halatlanul izgalmas álom. Utána pedig még kisiskolásként kaptam egy ilyen NDK építőjátékot, ilyen kis vacak műanyag lencsékből lehetett hatszoros nagyítású galilei távcsövet eszkábálni, illetve diavetítőt, mikroszkópot, szerintem sokunknak volt ilyen, és abban valóban egy galilei élményünk volt a holdról. Tehát az, hogy nagyobbnak láttuk a holdkorongot, és krátereket is láttunk, plusz a szerelési útmutatóján, ugye ez egy ilyen vastagabb füzet, annak a hátulján volt egy jóval első negyed utáni holdfénykép, ahol a nagy főbb kráterek jelölve voltak, és onnan egy picit lehetett tanulni a hold felszínéről. Másrészt, ugye ez a Galilei élmény azóta is hihetetlenül fontos nekem, és mint távcsöves bemutatónak az egyik legnagyobb öröm minden, amikor jönnek emberek, főleg kis fiatal gyerekek, vagy akár idősebbek is, és belenéznek a távcsőbe, és látom azt az örömöt az arcukon, hogy mit jelent ez. És az leírhatatlan és pótolhatatlan. Tehát a Galileihez még ezt is nyugodtan, illetve a Galilei élmény, ez egy olyan dolog, ami mindenkinek át kell élni, és ennek a műveltetése is fantasztikus. Egyébként ezt a hát viszonylag gyenge felbontású fényképet is én készítettem egy egyszerű teleobjektívvel. A Galileiről sokat lehetett olvasni, és sokat hallottunk, hogy a múlt héten, vagy két hete volt Székács Ferencnek egy kitűnő előadása a napfoltokkal kapcsolatban. De volt egy-két olyan nézet, ami
ami úgy, és megpróbálta befeketíteni Galileét, vagy pontosabban az ő személyiségét, hogy a pénzéhességéről, hogy egy pénzéhes és egy, hát nem is zsarnok, de egy ilyen mindig a szálkát kereső és mindenkiben a hibát kereső ember. Ez azért sokkal árnyaltabb a kép, hát valóban azért egy élettel teli emberke volt, hogy most az életéről most így nyilván nem fogok beszélni, csak esetleg, hogyha majd kapcsolódik a témához. Nagyon fontos, hogy mit tudhattak az emberek, és maga Galilei is mit tudhatott a Holdról, nyilván ez még a távcsöves felfedezés előtt. Mindenki tudja, hogy a két világkép volt, a hivatalos, a geocentrikus, azaz a föld középpontú világkép, ahogy a föld uralta, és az összes többi égi test. Van behely nyugodtan. Az összes többi égitest a föld körül keringett, a nap is és minden egyéb égitest. Ez volt a hivatalos, és volt már a heliocentrikus világkép is, ami már sok évtizedes volt, és nem csak, hogy Kopernikuszhoz kapcsolódik, hanem ugye voltak már előfutárai az ókorban is. De a hivatalos az természetesen a geocentrikus világkép volt, és hát mivel a hivatalos a geocentrikus világkép volt, ezért a Holdnak a lényege és amit a Holdról tudtunk, vagy hivatalosan lehetett tudni, az nem túl sok információ volt. Ugye azért két iskola létezett, hogy a peripatetikusok, arisztoteliánusok, tehát az Arisztotelész követői szerint ugye minden égitest tökéletes, hiszen ugye létezik a négy alapelem, a föld, víz, tűz és a levegő, és az égi testek, itt van a földön, ugye a földön minden mulandó, semmi sem örök, minden megszületik és aztán meghal, eltűnik, viszont a fönt az ég, a quintesszencia, az ötödik elem, az teljesen érintetlen, örök, tökéletes. Ugye ez Arisztotelésznek köszönhető főként, és Arisztotelésznek óriási nagy tekintélye volt. Óriási tekintélye volt már a középkortól kezdve. Annyi, hogy például Dante a következőket írja Arisztotelészről, 5 sor, és ez nekem nagyon tetszik egyébként. Sobban kinyitva szemem kapuját, ott láttam ülni a tudók vezérét, hol körben ült a bölcselő család. Mind őt csodálát, mind csak őt dicsérik. Láttam közöttük Plátont, Szokrátészt. Hogy gyakorlatilag Arisztotelésznek félelmetes, tehát amit mondott, és ugye, hogy aki olvasta a Galileinek a párbeszédekét, abban ugye, mindig ugye a szimplíció állandóan Arisztotelész nevében beszél, mert hogy ezt mondta a mester, azt mondta a mester. Sokan úgy könyvelték, hogy Galilei ellene volt Arisztotelésznek, és hogy nem a tekintélyelvűségre, hanem mint egy modern tudós mindig a kísérleteket, az eredményeket tartotta fontosnak. De ugye a későbbi írásaiban azért védte is Arisztotelész, sőt egyébként a párbeszédekben is, mert nem igazi arisztoteliánusok voltak ezek a nagyon nagy tekintélyelvű emberek, komoly tudósok is voltak közöttük, hanem egyszerűen tényleg csak marad és begyöpösödött emberkék lehettek, mert hogyha Arisztotelész élne, akkor valószínűleg, és látná, hogy például ha az árbócról ledobott golyó az mégiscsak az árbóc tövébe esik, és nem marad le, nem a vízbe pottyan, hogyha éppen a hajó kimegy előtte, akkor Arisztotelész megváltoztatta volna a véleményét. Szóval Galilei azért fel is mentette, és nem úgy volt, hogy Arisztotelészt is bemocskolta, és ugyanígy a Szentírást. Na, szóval a lényeg az, hogy arisztoteliánusok szerint, a peripatetikusok szerint a Hold tökéletes égitest, ugyanolyan szép, tökéletes, mint az összes többi égitest. Sőt, itt voltak ugye azok a föld kipárolgásai, mivel hogy a legközelebb égitest. De volt egy másik iskola is, ugye Plutarkoszhoz kapcsolódik, akik szerint a Hold azért mégiscsak egy földszerű égitest, hegyekkel, völgyekkel, tengerekkel. És nem csak, hogy Plutarkosz egy görög volt, de római állampolgár lett. Voltak még korábbiak is, akik szerint a Hold földszerű égitest. És hát ez a nézet létezett. Többek között Wilhelm Gilbert, galilei kortársa, ő soha nem nézett távcsőbe, Wilhelm Gilbert. Wilhelm Gilbertet
Tudja valaki, hogy miért híres, miért ismerjük? Mágnes. Mágnes, pontosan így van, Aurélia bácsi mondta. William Gilbert volt, aki a mágnesességet kutatta. Ő egyébként első Erzsébet angol királynőnek az orvosa volt, tehát egy személyes orvosa, de ez nem azt jelenti, hogy ő hívja fel gyógyszerészét és orvosát, házi orvosát, tehát talán lehet, hogy soha életében is találkozott vele, több orvosa is volt a királynőnek. Ez csak valamilyen kis, majdnem, hogy csak valamilyen tiszteletbeli feladat volt, vagy állás. Minden esetre Gilbert tényleg nagyon nagy tudós volt, a mágnesességről nagyon sokat írt, az ő hatására írt egyébként Kepler, az ő hatására gondolta azt, hogy tényleg lehet valami erő, és az elképzelhető, hogy a mágnesesség az, ami a bolygókat a nap körül tartja. William Gilbert rajzolt egy szabadszemes holtérképet, ami hát igen, szóval tehát rá lehet ismerni talán, de Ganymédeszre talán jobban hasonlítana, de tényleg szabad szemmel valahogy így lehetett látni. Egyébként nem könnyű dolog, és Ewing Whittakernek van egy nagyon szép könyve a hold térképezéséről, amiben ez a rajz is, vagy az eredetiről van egy nagyon szép kép, illetve mindenféle művészeknek és mi régi ábrázolásoknak, nagyon régi ábrázolások a Holdról, hogy hogyan is nézett ki, és hát nem annyira pontos, mint ahogy mi ismerjük, mi nagyon ismerjük már a Holdat, iszonyatosan sok fényképet láttunk, aki meg gyakran nézte a Holdat, ő teljesen ismerős a Hold felszínével, de nem olyan egyszerű, csak úgy szabad szemmel egy félfokos átmérőjű kis korongról bármilyen pontos rajzot készíteni. Szóval William Gilbert már egy ilyen rajzot készített, amiben nyilván, hogy a Plutarchosz féle vonalat követte, úgy gondolta, hogy ezek a sötét foltok, azok tengerek lehetnek, és egy tenger, egyébként valami ismerős is volt, vagy hát az már úgy közkézen forgott, ez a Kaszpi tenger, a mai Marekrízium. Távcső feltalálása ugye alapjaiban változtatta meg a csillagászatot, és nyilván a holdkutatást is. Hát, hogy kifedezte fel a távcsőt, erről megosztanak a vélemények. Az angolok állítják, hogy a Thomas Digges-nek az édesapja Leonard Digges még az 1500-as években készített egy olyan szerkezetet, amivel a 7 mérföldnyi távolságban lévő munkálkodó embereket meg tudta figyelni. Nem maradt fenn semmi egyébként, mert csillagászatra nem nagyon használták. Az biztos, hogy az 1600-as évek elején holland látszerészek, illetve optikusok már készítettek valami kis távcsőt, de ilyen kis nagyítású volt, és még hadicélra sem nagyon lehetett használni, mert általában gyenge lencséket használtak, és homályos képet adott. Galilei készített egyet, méghozzá úgy, hogy ugye azt hiszem, hogy Párizsból már elindult egy távcső kereskedő Velencébe, ugye a Galilei akkor már a Velencei Köztársaságban, Padovában tanított az egyetemen matematikát, amikor hallott erről, és aztán ő saját maga elkezdett otthon kísérletezni, és először valami ilyen 6-szoros nagyítású távcsövet készített, aztán valami 9-szeres, és ugye a kedvence az, amit élete végig megtartott, az a 30-szoros nagyítású távcsöve volt. Ugye ez a Firenzei Múzeumban őrzött, ez nem tudom, hogy melyik távcsövek lehetnek, milyen nagyításúak. Te voltál ott? Hát a mostani februári számban van Colin Györgynek egy cikke ezekről a távcsövekről és optikákról. Igen, de hogy most melyik? Igen, az egy nagy, kiváló cikk egyébként, azt mindenkinek ajánlom. De hogy melyik, azt most így hirtelen nem tudom. De minden esetre Galilei a lencséket is csiszolta. Tehát ugye nem, pedig Velencében jó üveget lehetett szerezni, de ő neki azért meg kellett csiszolni, ólomcsőbe szerelte, és úgy nézett, tehát először mindenki tudja, hogy a Velencei Dózsinak mutatta be a távcsövet, fölmentek a közel 100 méter az a torony, ahova felmentek, a város előjárói is nem sajnálták, nem voltak lusták felmenni, és ott nézték a távoli, 30 kilométerre levő templomot, nem is tudom, hogy melyik templomot, azt hogy Padovában néztek át. Azt hiszem, hogy az valami 30 kilométerre, és ott is lehetett látni egészen tisztán a templomba ki és bemenő embereket is.
És hát az első alkalmazása a távcsőnek az egyértelműen, főleg, hogyha Velencei Köztársaságra gondolunk, akkor az a hadászat volt. Ugye Velence, de néhány évtizeddel azelőtt volt csak a lepantói győzelem, tehát az állandó rettegés volt, ugye a Balkánon még ott voltak a törökök, nálunk is sajnos, ugye ezt nem lehet eleget hangsúlyozni, hogy a török az milyen hihetetlenül sok kárt okozott. Szóval az, hogy hadászati célra használják a távcsőt, az egy teljesen normális dolognak tűnt. Csak hogy Galilei nem csak hadászatra használta a távcsővét, hanem az ég felé fordította. Érdekes, hogy Keplerrel szemben Galilei nem dolgozta ki annyira az optika alapjait. Tehát ez is egy egyszerű kis ábra arról, hogy ugye a látómező gyakorlatilag hogy alakul, illetve a távcsőben látott kép hogy nagyítódik fel, de ez nem egy hivatalos, nem egy szép optikai menet, egy fénymenet egy távcsőnek, mint ahogy például Kepler kidolgozta a Kepler-féle távcsőt. Galilei az mindig csak ilyen kísérletezés fázisban volt, tehát állandóan csak kombinálta a lencséket, és különösen ennek a matematikáját nem fektette le, vagy nem írta le egészen pontosan. Nem Galilei volt az első ember, aki a távcsövet csillagászati célokra használta, ez az 1960-as években derült ki, hanem ez az egész jóképű Thomas Heriot, angol tudós, aki egyébként egy nagyon érdekes és nagyon izgalmas élet ember volt, ugye erről hallhattunk Székács Ferenc előadásában, és ő mindegy 4 hónappal Galileit megelőzve észlelte a holdat. És amit látott, ugye az hasonló, tehát a baloldali rajz az akár a Mars is lehetne mondjuk a Sirtis Majorral, de a jobb oldali az egészen pontos. Itt a hold déli krátermeze, ez az nagy valószínűséggel az Alba Technius kráter, Mare Serenitatis lehet, és ez a két kráter pedig az Aristoteles és az Eudoxus kráterek határozottan, tehát ez egészen biztos, hogy ez a három alakzat azonosítása, ez biztos, hogy pontos. Szóval ha nem is voltak olyan jók ezek a rajzok, ami fennmaradtak, de a belülük készített térkép, ez már azért hasonlít. Tehát Heriot 1611, én úgy olvastam egyébként, hogy 1611-ben állította össze a térképet, de más forrás mást ad meg. Whittaker könyvében 1611 szerepel, mert szóval valami 20 vagy 25 rajzot készített a Holdról, és azokból állította ezt a térképet, ahol azért sok alakzatot azonosíthatunk. Ugye, valószínűleg ez a Mare Fecunditatis, lehet, hogy a Mare Nectaris lenne ez, Mare Tranquillitatis, Mare Serenitatis, Mare Imbrium, ugye Mare Frigoris jól felismerhető, a Plato kráter, ugye a sötét talaja is nagyon jól felismerhető, és több, ez elképzelhető, hogy valami a Kopernikus lehet, de lehet, hogy ez a Kopernikus. Szóval azért fel lehet ismerni alakzatokat, tehát a térkép azért pontos volt, csak ugye erről nem nagyon tudott senki. Ugye Heriot nem nagyon publikált, és csak az 1960-as években került elő. De hát azóta Heriotnak nagyon nagy kultusza van, és egyébként joggal. És jön Galilei, a mi szeretett Galileink, akinek a számunkra most legalábbis a főműve, amiről itt beszélünk egy keveset, az a Sidereus Nuncius, csillaghírnök, amit, hogyha belegondolok, ez egy fantasztikus tempóval ment. Ugye 1609. december 30-án kezdi el a csillagászati megfigyeléseket, és 1610. március 12-én már ki van nyomtatva a könyv. Tehát ez még a mai napig is egy hihetetlen nagy tempónak számít. És 550 példányba adták ki, pár nap alatt elkapkodták, úgyhogy hogy gyakorlatilag egy bestseller lett rögtön. Ugye ezt még latinul írta, tehát az a művelt világ azért így olvashatta, és tudomást szereztek is, és tényleg nagyon izgalmas olvasmány a mai napig. A 2009-es csillagászati évkönyvben egyébként Csaba György Gábornak egy kiváló fordítása van. Tehát érdemes elolvasni, mert hallatlanul izgalmas. Tényleg nagyon jó. Gyakorlatilag már az 1600-as években elkezdődött a holdrajzok gyalászkodása, vagy
lefitmálása, hogy nem olyan jók ezek a rajzok, mint ahogy elvárna az ember, és nehezen lehet azonosítani az alakzatokat a hold felszínén, nem lehet megfeleltetni. És hát igazából ez nem állja meg a helyét a valóságban. Nagyon nagy probléma az, amit a Betorban is írtam a kis cikkben, hogy nagyon sokszor ilyen is hasonló képek jelentek csak meg a különböző ilyen gyűjteményes kiadásokban, amit már mit tudom, például az 1600-as évek közepén sok Gassendinek is volt egy ilyen gyűjteményes kötete, ahol ott is már egy kicsit degradált rajz jelent csak meg, ami már gyengébb volt, mint az eredeti. Hát ezek meg tényleg, ezek tényleg olyanok, hogy csak ilyen karikatúrája az eredeti rajzoknak, tehát nem lehet sok mindent megfeleltetni, és ezeket tényleg megérdemlik azt a kritikát, de az eredeti rajzok azok nem ilyenek voltak, hanem ilyen gyönyörűek, mint például ez a vékony sarlónál készített. Ez volt az első, amit egyébként december 30-án készített. Ladányi Tamás 2007-ben készített felvételével próbáltam összehasonlítani, és nem kell hozzá nagy tapasztalat vagy nagy holdészlelőnek lenni senkinek, hogy lehessen látni, hogy ezek bizony hasonlítanak. Vannak alakzatok, amiket meg lehet feleltetni, van, amit persze nem annyira, de tényleg nem lehet elmondani elégszer, hogy nem volt előrevárása Galileinek. Tehát ő nem tudta, hogy néz ki a távcsőben, vagy nagyban a hold képe, és gyakorlatilag azt rajzolta, amit látott, és egyébként is elég nagy tempóval haladt, tehát ez elég gyorsan készült rajzok. És gondoljuk bele, hogy egy ilyen kis pici kis remegő távcsővel, aminek a látómezője, nem tudom, hogy valaki nézette már be egy ilyen galilei féle papírból összerakott kis távcsőbe, hát a látómezője az iszonyatosan picike, nagyon szűk látómezője van, nem is fér bele a hold. Másrészt ugye egy kis egyszerű állványra, amit felrögzítette, mindig utána kellett állni, hiszen rögtön kiment, nagyon rövid ideig volt csak a látómezőben a hold, úgyhogy ez egy nagyon nehéz feladat volt. Aki dobzon távcsővel rendszeresen nézte, és tudja, hogy állandóan lökögetni a távcső, milyen fárasztó egy idő után. Tehát, úgyhogy ez nincs mit csodálkozni, és tehát mindehhez képest, tehát hogy nem ismerte a holdat, tehát nem volt előrelátása, rettenetesen szűk látómezejű távcsővel észlelt egy vacak kis állványon. Ez egy félelmetesen nagy, hatalmas nagy teljesítmény. Tényleg több krátert lehet azonosítani, Gutenberg kráter lehet ez a Capella kráternek valószínűleg a keleti sánca, amit már megvilágít a napfény. Itt kezdődne nagy valószínűséggel a Mare Nectaris, és ez a rész, a múltkor figyeltem pont a Polaris refraktorával, ez egészen magas. Tehát itt a Mare Nectarisnak a törmelék takarója egy picit megemelte a hold felszínt, és tényleg egy ilyen háromszög alakot vesz fel itt a Neander kráter környékén. És ez meg én szerintem a Janssen alakzat, ez egy nagyon-nagyon öreg, több mint 4 milliárd éves, tehát prenektári korú alakzat, amit már itt megvilágít a napfény. Mert ugye ezzel elég jól lehet azonosítani, de talán még jobb az első negyednél készült holdrajz. Hát itt a tengerek, azok tényleg magukért beszélnek, lehet látni, hogy szépen lehet azonosítani ezeket a tengereket. És ez a nagy kráter. Ugye ez az a nagy alakzat, hogy a Bohémia, a Csehország, amit Galilei határozottan írja egyébként a Sidereus Nuncius-ban, hogy kétszer is megfigyelte, tehát első és utolsó negyednél is. És hogy ez egy hatalmas nagy kráter, vastag falakkal, de ugye ez az, amit nem vettek komolyan, mert nagyon nagynak rajzolta le. Tehát tényleg nem látunk ilyen hatalmas nagy. Ez egy becsapódási medencének felel meg, amit ő lerajzolt. Én azt mondom, hogy ha valaki valamire koncentrál, és mondjuk rajzolt már holdat, tudja, hogy mi ez a holdészlelés, az gyakran van az, hogy eltéveszti az arányokat. Például nagyobbnak rajzol valamit, amit fontosnak tart, de az is lehet, hogy direkt. Tehát hogy van egy kicsit olyan, hogy kiemelem ezt a krátert, és most tényleg kihangsúlyozom, hogy ez bizony egy nagyon fontos, ez egy nagy kráter, Csehországra emlékeztet, kicsit kiemelem a környezetből.
Az egyik legjobb könyv, nekem legalábbis a kedvenc könyvem a Holdról, a Ernest Cheringtonnak a Exploring the Moon című könyve, ami eredetileg az 1960-as években jelent meg, de ez azt hiszem, ez egy 84-es újabb kiadás, és itt a szelenográfi részben nagyon sokat ír Galileiről. És én nem, lehet, hogy már előtte is voltak, akik felmentették Galileit, és mondták, hogy állították, hogy Galilei rajza igenis pontosak és jók voltak. Hát ő biztos, hogy az elsők között volt. Cherington nagyon megvédi Galileit, és ő is írja, hogy nagyon sokszor fordítva, vagy akár tükrözve jelentek meg a galilei rajzok, eredeti galilei rajzok, tehát azon kívül, hogy ugye a metszők azok mindig csak egyszerűsítettek. Pedig egyébként Cherington sem egy eredeti galilei rajzot tanulmányozott, hanem pont egy 1650-es kiadású, azt hiszem, hogy a Gassendinek egy ilyen gyűjteményes kötetét találta meg a Lick Observatorium könyvtárában, ahol azért ezeknél az eredeti rajzoknál kicsit gyengébb metszetek voltak. De azért arra jó volt, hogy itt nyitva és hagyom, meg lehet nézni utána. Hogy igenis látni lehet, hogy azért vannak alakzatok, amiket meg lehet feleltetni. Ő egyébként a nagy krátert a Déland kráterrel felelteti meg, ami nekünk nagyon fontos, mert a Déland kráterben van a Hell Miksáról elnevezett kráter. De egészen biztos, hogy első negyed környékén nem lehet látni, mert az sokkal nyugatabbra van. A Juin Whittakernek adnék én igazat, aki szerint ez a hatalmas kráter lenne, a Bohémia, ez pedig az Albategnius kráter. Ugye Albategnius, itt van fölötte a Hipparchus kráter. Ez a hatalmas, nagy, nagyon vastag kráter falakkal. Én azt gondolom, hogy talán ez lenne a megoldás, de hát ezt nem fogjuk eldönteni, és talán soha nem fog eldőlni. Utolsó negyed előtti fogyófázisnál készült rajz, szerintem ez is gyönyörű, ez Bánfalvi Zoltánnak egy 403 évvel később készült felvételével próbálom összehasonlítani, és egészen jól lehet látni, ugye itt a Mare Imbrium, ugye az Oceanus Procellarum. Én úgy gondolom egyébként, hogy ez lehet talán a Ptolemeus Alphonsus kráter 3-as, lehet, hogy a Zarzatzhel. Hát ezeket hosszú-hosszú órákat el lehetne tölteni ennek a képpárnak az elemzésével. Ez a híres rajz, ugye, amit a Cherington is elemzett. Utolsó negyed környékén itt láthatjuk megint a Bohémiát. Egyébként itt van a Déland kráter, tehát Cherington szerint ez a Déland kráter lenne a Bohémia. Mert méretben tényleg passzol, itt van egyébként a Hell kráter, a Hell Miksáról nevezett kráter. De itt ugye megint zavarba vagyunk, mert most itt van ez a kráter, az Albategnius. Elképzelhető, hogy az Arzachel kráter, tehát itt van Ptolemeus Alphonsus Arzachel, hogy az Arzachel kráter lenne. Az csak olyan, mivel olyan markáns, ezért kiemelte Galilei, és akkor lehetséges, hogy nem is egyetlen egy kráterről beszélünk, hanem két különböző kráterről, de látjuk, hogy itt a Hold közepe környékén sok ilyen hatalmas nagy kráter van, nagyon sok nagy kráter van. Úgyhogy ezért valószínűleg nyitott marad ez a kérdés. De annyira talán nem is fontos az ilyen részletekbe belemenni. Azt azért látjuk, hogy bőven meg lehet feleltetni. Ki az, aki szerint nem? De nem? Gondoljuk el, mindenki, még soha nem látjuk a Holdat, vagy hirtelen lenne itt egy másik égítest, amit még soha senki nem látott távcsövön keresztül, és mindenki megkapná a Galileinek azt a kis távcsövét. Még annyi könnyítés is lenne, hogy normális tengely kereszten lenne rajt, óragéppel. És készítsen rajzot. Lehet, hogy meglepődnénk, nem lenne egyszerű. Egyébként Galilei nagyon jól rajzolt, mert ő annak idején, amikor még tanárként a kikötő környékén ment, és ugye szóba elegyedett sokszor tengerészekkel is, meg ilyen hajós kapitányokkal is, nagyon sokszor rajzolgatott, és észrevette, hogy mit tudom én, valami új csörlőt szerkesztettek, és azt lerajzolta, hogy is működik.
Ugye hát ezzel professzoroknál nem volt általános, mert általában teológiát, vagy tisztán matematikát, vagy orvostudományt tanítottak ott, nem ereszkedtek le ilyen alacsony szintre, hogy egy, az utca emberivel szóba álljanak. Galileit ez nem zavarta. Az eredeti Sidereus Nuncius-ban festmények is megjelentek a Holdról, amiknek a felbontása nem olyan, mint a metszeteké, de szerintem fantasztikus. Nagyon-nagyon jól visszaadják a Holdnak a binokuláros látványát. Még egy kráter részletrajzot is láthatunk. Lehet, hogy a meteorban meg is jelenhet, mint észlelés, meg ki kell találni, hogy melyik kráter ez. Szóval egészen jók ezek a rajzok is. Olyan jó rájuk nézni. Nagyon tetszetős kis rajzocskák. De hát Galilei nem csak a Hold felszínét vizsgálta és megállapította, hogy hasonlóan a Földhöz hegyek és völgyek találhatók a felszínen, hanem rögtön minden gyakorlati ember például magasságméréseket is végzett. Nagyon-nagyon egyszerűen, hogy a Pitagorasz tétel segítségével meghatározta nagy valószínűséggel és egészen biztos, hogy a Hold meridiánja közelében húzódó Montes Apenninek, tehát a holdbéli Apenninek magasságát, és 4 mérföld magasnak találta, ami igen, tehát ez 7 kilométer, tehát tényleg hihetetlen magasak, ő mondta is, illetve írja is a Sidereus Nunciusban, hogy magasabbak, mint a Föld hegyei, hát se Itáliában, se Európában nem volt ilyen magas hegy, és ez tényleg nagyon magas egyébként, arányaiban meg aztán főleg. De hát egy nagyon egyszerű és nagyon szellemes megoldás volt, a Sidereus Nunciusban nagyon jól leírja. Vagy például a hamu szürke fény, amit sokan az ő idejében avval magyaráztak, hogy hát gyakorlatilag valahogy áttetsző a Hold, és hogy átszüremkedik a nap fénye, és az adja ezt a hamu szürke fényt. Sőt, voltak, akik szerint a Vénusz adja a hamu szürke fényt, ugye ezt egyenesen kineveti Galilei, és megmagyarázza, hogy hát nagyon egyszerű, a Föld ellenfénye az, ami a hamu szürke fényt adja. És tényleg így van, csak egyébként zárójelben jegyzem meg, hogy a Föld, ugye, ami a felülete, majdnem közel négyszerese, a felülete 13-szorosa a Holdénak, a Hold egéről a Föld, mivel sokkal nagyobb az albedója, a fényvisszaverő képessége, 0,39, 70-szer fényesebb, mint tehát a teleföld a Hold felszínéről, 70-szer fényesebb, mint a telehold a Föld felszínéről. Tehát úgyhogy ez a fény azért jelentős, tehát ott simán olvasni lehet. És a libráció, amit jóval később fedezett fel, 1630-as évek végén, még mielőtt teljesen tönkrement volna a látása, megint elkezdett foglalkozni a Holddal, ugye akkor már Ácsetibe volt számüzetésben, de észlelte a Holdat, és észrevette a libráció jelenségét, amit így pontosan nem írt le, csak úgy megjegyezte, hogy észrevette ezt a kis mozgást. A libráción, ugye a Holdnak ez a kis billegés, ami azt okozza, hogy nagyon hosszú időn intervallumon belül, nem csak hogy az 50, hanem az 59%-át láthatjuk a Holdnak. Tehát az 59%-át fel tudjuk térképezni, ennek két összetevője van alapvetően. Egyébként négyféle libráció van, a fizikai libráció, aminek az értéke nagyon-nagyon pici, vagy nem foglalkozunk, a napi libráció, ami most nem érdekes, de a kettő a szélesség és a hosszúsági libráció, ez a Hold pályája miatt van, az egyik az, hogy a forgástengelye a pálya síkjával egy kis szöget zár be, majdnem 7 fokos szöget, és egyszer az északi, másszor pedig a déli pólus vidékére látunk rá, illetve van a hosszúsági libráció, az pedig azért van, mert hogy a Holdnak a tenger körüli forgás az egyenletes, ugyanakkor mivel elliptikus alakú pályán kering a Föld körül, ezért Kepler törvények értelmében például Föld közelben nagyobb a sebessége, mint Föld távolban, de se Föld közelben, tehát ezt egyébként perigeumnak, se Föld távolban, apogeumban nincs libráció, tehát ott a libráció értéke nulla, viszont ahogy a egynegyed fordulatot, vagy egynegyed keringést lassabban tesz meg, vagy gyorsabban tesz meg, mint egy negyed tenger körüli forgást, és emiatt a keleti felére, mint most, a keleti félgömbre látunk rá egy picit, utána pedig, amikor a Föld távolból közelít a Föld közelpont felé, akkor egy negyed keringést tesz meg
sokkal lassabban, mint egy negyed forgást, ezért egy picit a nyugati féltekére látunk rá. Tehát magyarul a állandó tengerkörüli forgás, tehát állandó sebességű tengerkörüli forgás, kombinálva egy változó sebességű földkörüli keringéssel okozza a hosszúsági librációt. Hogy? Hogy? Valami kérdés? A holdbéri tengerekről sokszor lehetett olvasni, hogy ugye Galilei mondta, hogy mint hogyha ez Galileitől eredne. Ez sem igaz. Ugye Galilei még később is írja azt, hogy ő nem mondta soha ezt. Csak a Sidereus Nuncius-ban is csak annyit ír, hogy a Pitagorosz már mondták, hogy Pitagorosz követői, hogy esetleg lehetnek tengerek, ezek a sötét foltok, de hogy ő neki csak annyi a véleménye erről, hogyha földön vagyunk, egy magas hegyről a víztömeg az mindig sötétnek látszik, viszont a szárazföld az világosnak. És hogy esetleg ez utalhat, de határozottan nem állította. Kepler érdekes módon, pedig ugye a Kepler ő már nagyon Kopernikusz hívő volt, még 1500-as évek végén leveleztek is, egyébként, sőt, buzdította Galileit még jóval a távcsöves felfedezések előtt, hogy álljon elő és nyíltan védje Kopernikusz, vagy hirdesse és védje Kopernikusz tanait. De szóval Kepler régen abban a hitben volt, vagy azon a nézeten volt pontosabban, hogy a holdnak a sötét területei, sötét foltjai, amit mi tengereknek nevezünk, ugye ez egyébként bazalt síkságok, hogy azok a szárazföldek és a világos részek a tengerek, tehát azok a vizes területek. De miután olvasta a Sidereus Nuncius-t, megváltoztatta a véleményét. És tényleg beismerte, hogy hát tényleg, hát a sötét részek lehetnek, a tengerek, és ő írta le a Mare szót, és onnantól indult ez a tenger kifejezés, amit a mai napig használunk. Galilei nem csak a holdat vizsgálta, hanem nagyon sok csillagászati megfigyelést végzett. Egy picit csak így futólag átnéznénk ezeket, ha van még hozzá. Tehát ugye a legfontosabb, ami még a Sidereus Nunciusban is megjelent, a Medici csillagok, azaz a Jupiter holdjainak az észlelése volt. Ugye ezt nagyon részletesen leírja, hogy fedezte fel őket, és hogy hogyan keringtek, és hogy milyen a pályamozgásuk. A legeslegfontosabb megfigyelés talán ez volt. Ugye tudnék, nem csak a Föld körül keringenek égitestek, hanem a naprendszerben van még egy olyan égitest, ami körül keringenek kisebb szatelitek, és hát ez abszolút ellentmond az arisztotelészi nézetnek. Úgyhogy ez egy hatalmas csapás volt a régi geocentrikus világkép ellen, és tényleg nagyon izgalmas. Ezt már egyébként egy újabb távcsővel tudta csak megfigyelni, az első olyan 9-es nagyításúval nem, csak talán a 30-os nagyítású kedvenc távcsővével lehetett jól megfigyelni a Jupiter hold jelenségeket. A Vénusz fázisai, ugye ez már nem a Sidereus Nunciusban jelent meg, már ez egy későbbi megfigyelés, ez pedig hát félelmetes. Ez nem fordulhat el, tehát a Vénusz nem mutathatna fázisokat, hogyha a Föld körül keringene. Csak úgy fordulhat elő, hogyha a Nap körül kering egy belső pályán. A Szaturnusz volt az égitest, ami túl pici volt az ő távcsőve. Nem lehetett értelmezni a gyűrű látványát. Nekem is emlékszem, gyerekkoromban volt egy ilyen nagyon egyszerű kis távcsővem, és hát, hogyha akartam, akkor láttam a Szaturnusz gyűrűjét, ugye mert tudtam, hogy kell kinézni, de hogyha soha életemben nem láttam volna, vagy nem ismertem volna, akkor egészen biztos, hogy nem jövök rá, hogy az gyűrű. Tehát ez a távcsöves élmény ismerős, de szerintem sokunknak ismerős, aki nagyon egyszerű vacak kis távcsővel kezdett csillagászkodni, talán tucatosnak számolni. Egy klasszikus dióverővel így van. Szóval tényleg nehéz értelmezni, aztán ez csak... Hát egy ilyen jó 40 év múlva Huygensnek sikerült tisztázni, hogy ez gyakorlatilag egy gyűrű. És ilyen kép is nagy élmény, amikor az ember először. Hogyne. Persze. És a napfoltok, amiről olyan sokat lehetett olvasni, és ugye ez kicsit hozzásegített azért a Galileit ahhoz, hogy jobban magára haragítsa például a jezsuitákat, Schreinert, az ő ellenlábasát.
És ugye erről hallhattunk egy nagyon szép előadást is, a Meteorban egy nagyon jó cikk jelent meg, Székács Ferenctól a Galilei napfoltjaival kapcsolatban. De ami itt érdekes az, hogy Galilei mennyire jól meglátta azt, hogy ezek a nap felszínén kellenek, hogy legyenek a napfoltok. Nem úgy, mint Schreiner, aki ugye azt mondta, hogy hát valamilyen kis bolygók, vagy ahogy ő írta, még valami kis csillagok keringenek a nap körül, és hogy azokat láthatjuk. De Galilei pedig hát bebizonyította, hogy mivel a szélek felé lassabbnak tűnik, mint hogyha lelassulna a mozgásuk, és ellapulnak, ugye a perspektivikus torzulás miatt. Úgyhogy nagyon-nagyon ügyes és nagyon jól, egyet gyakorlati ember, egy tehetséges gyakorlati ember nagyon jól meglátta, hogy is működik ez az egész, és ugye még a nap tenger körüli forgását is nagyon szépen meg lehetett határozni a napfoltok segítségével. És a csillagok, amik még a Sidereus Nuncius-ban megjelentek, ez egy nagyon-nagyon érdekes, ez egy első osztályú mélyégrajz, hogyha megnézzük. Tehát fantasztikus rajz a fiastyúkról, ez az ív, ugye ez a mi kis binokulára, és látszik, emlékszem, hogy életemben először lerajzoltam még 1980-as években a fiastyúkot, egy 58x190-es ilyen urániás kis távcsővel, akkor annyira büszke voltam, hogy ezt a kis ívet láttam szépen lerajzoltam, és hogy egészen pontosan, tehát a fényképekkel összevethetően sikerült lerajzolnom, és a nagyon nagy élmény volt. És hát Galilei észrevette, hogy bárhova fordítja a távcsőjét, akkor ott bizony csillagokat lát nagyon sokat, és a tejút, az pedig csillagok ezreit, tízezreit tartalmazza. Ugye tervbe volt véve, hogy lerajzolja az Orion csillagképet, de hát annyi csillagot látott, hogy egyszerűen nem tudta, hát ugye a Prézapét is, és nekem ez tetszik nagyon, ugye itt az Orion öve, hát itt lenne ugye az Orion köd, tehát nem tudta lerajzolni, nem volt ideje, tehát ezt le is írja, hogy a Sidereus Nunciusban, hogy időhiányában erre képtelen volt. Ugye ez egy szép feladat az Orion lerajzolni, bármilyen segédeszközzel. Ugye ez... És hát még egy hihetetlen izgalmas észlelés. 1980 környékén, talán pontosan 1980-ban egy Drake és egy Kovál nevű tudósok vizsgálták Galilei naplóit, megsárgult leveleit, és felfedezték a Neptunuszt. Tehát magyarul Galilei lerajzolta a Neptunuszt, a Jupitert figyelte, és éppen valahogy 1612. decemberében itt a közelben tartózkodott, két rajzon is szerepel, mind álló csillagot tüntette fel Galilei, de még valami kis megjegyzést is tett, hogy valahol máshova került ez a csillag. De a lényeg az, hogy gondolj bele, ugye Attilával beszéltünk erről, hogy mi van, hogyha felfedezi a Neptunuszt, hogy észrevesz, hogy ott valami mozog, az milyen hihetetlen, izgalmas dolog lett volna. Attól félek egyébként, hogy hamar elvétették volna. Tehát, hogy azt követni, ugye azért ahhoz elég halvány, olyan 7 magnitúdó körüli kis látómezejű, egyszerű kis távcsüvekkel azért azt újból megtalálni, mondjuk egy hosszú borult szakasz után azért nem lenne egyszerű. És akkor azért nagyon kevés ember távcsővezett. Persze később aztán egyre többen. Egyébként sok vád volt Galileivel kapcsolatban, hogy nem nagyon levelezett, nem válaszolt Keplernek, meg hogy nem mindenkinek válaszolgatott, de Galilei nagyon elfoglalt ember volt. Aki olvassa az életrajzát, az tudja, hogy mindig milyen. Főként amíg vissza nem 1600-as 10 második felében ugye visszament Firenzébe, Toszkánában, ahol ő született, hát ő Pizzában született, de a Firenzébe telepedett le, addig iszonyatos anyagi gondjai voltak. Tehát csak a pénz éhességére. A Galilei apja Vincenzo, ő zenész volt, lantművész, és posztókereskedő. És ugye mindig szerette volna, hogy a fia is azért úgy viszi valamire, és ezért szerette volna, hogy mindenképpen legyen orvos. Az orvosok, professzorok is nagyon sokat kerestek. Hát Galilei egy családi barát, egy matematikus, egy Ricci, vagy ugye Riccinek a két cí, vagy Ricci, hogy kell ejteni ezt a... Ricci. Ricci. Igen, egy Ricci nevű matematikus hallgatott, aki teljesen lenyűgözte, és ugye a matematikus akart lenni, és nagyon keveset keresett. Még először, amikor még Firenzében tanított egy rövid időt, hihetetlenül kevés kis pénzért, aztán átment ugye a Velencei Köztársaságba, Padovában is jóval kevesebbet keresett, mint egy
egy orvos például, hát annak nem is tudom, tizedét talán, vagy nagyon, nagyon keveset keresett. És mivel a Michelangelo nevű öccsét, vagy három testvére volt, két húga meg egy öccse, Michelangelo galilei öccse is zenész lett, és hát ő aztán semmilyen szinten nem tudott bánni a pénzzel, és mindig Galileit tarhálta. Ugye egyszer elment Lengyelországba zenészként, szegényen ment el, de még szegényebben jött vissza. Utána Németországba ment, ahol már jól keresett, de ott meg akkora esküvőt csapott, hogy minden pénze ráment. És ugye, és állandó, hát mindig Galileinek ugye a két húgat ki kellett házasítani, mert ugye sajnos az édesapjuk meghalt. Úgyhogy hogy neki mindig gondjai voltak, ezért magántanítványokat fogadott. A magántanítványok sokszor őnála laktak, de szolgástól, néha szolgástól. Ugye volt egy segédje, aki ugye a Galilei példa, amikor készítette egy kis sikersztori, amikor azt a hadászati körzőt készítette, akkor fel kellett fogadnia egy nagyon ügyes kezű mesterembert, aki ott lakott talán a családjával. Tehát sokan voltak mindig, tehát a Galilei körül mindig nagyon sok ember volt, ami számomra szintén egyébként nagyon vonzó, hogy egy ilyen pörgés volt mindig, és zajlott az élet, ugye mediterrán, iszonyatosan szép épületek között, hát ez hihetetlen. Na mindegy, Galilei kortársainak a holdrajzai, hát itt van a nagy ellenlábas Scheiner atyának a rajza, ami egyébként nem rossz. Tehát azért ez egy elfogadható, Mare Serenitatis, a Mare Tranquilitatis, Mare Crisiumot jól fel lehet ismerni. És hát jezsuiták, ugye hivatalos, egészen 1820-as évekig ugye a katolikus egyház hivatalos álláspontja ugye a geocentrikus világkép volt, és a jezsuiták, akik azért mindig a műveltebbek közé tartoznak, és nagyon-nagyon sok tudósunk jezsuita volt, ők egészen biztos, hogy nem geocentrikus, tehát nem ilyen arisztoteliánus tudósok voltak, legalábbis a tehetségesebbek. De egyszerűen csak ezt lehetett hirdetni, nem tehettek ellene, és ezért volt az, amit beszéltünk, hogy a jezsuiták is inkább hajlottak a Tycho Brahe féle világkép elfogadására és terjesztésére. Nem is tudom, hogy kinek a művé, van is egy fénykép, hogy a Ptolemaioszi, arisztotelészi Ptolemaioszi világkép már lent van, oda félrakva, és akkor egy serpenyőre, tehát egy mérlegnek a serpenyőbe teszik a Kopernikuszi és a Tycho Brahe féle világképet is, és egy kicsit a Tycho Brahe-nek kedvez a serpenyő, tehát hogy az az igaz. Ugye az egy összférkép, szerintem mindenki ismeri, hogy mi is volt a Tycho Brahe. Tehát, hogy a világ mindenség középpontja a Föld, körülötte keringenek az égitestek, de a nap, tehát a bolygók a nap körül keringenek, ami egy ilyen összvér megoldás. Egyébként egyszer a központi antikváriumban láttam egy ilyen ekkora méretű Tycho Brahe féle világképet. És megkérdeztem a srácot, az eladót, hogy mennyi, és valami 40 ezer forint volt az a kép. Nem tudom, mikor készülhetett. Jó, persze, 10 éve lehetett körülbelül ez a dolog. Tehát Scheiner atyának a holdrajzára visszatérve, ez eléggé elfogadható. Hát ezek a Biancaninak, Malapertnek és a Borinak a rajzai, ezek már tényleg Móriczka ábrák, az előzőekhez képest, de nem lehet elítélni egyébként, mert tényleg nem volt egyszerű feladat lerajzolni a holdat előrevárás nélkül. Francesco Fontánának a rajza, ezek viszont nem rosszak, nekem tetszenek. Ami érdekes, hogy ezek a képek, ez a két holdrajz, ezek még az 1600-as évek második felében is felbukkantak különböző csillagászati kiadványokba, különböző csillagászati könyvekbe, amikor pedig már a három híres holdtérkép, a Langrenusnak, Heveliusnak és a Riccioliéknak a holdtérképe is ismert volt. Ezek valahogy, ez a két rajz, ez túlélte. Mondjuk a Tycho krátert, a Kopernikuszt, azokat nagyon jól meg lehet ismerni, a tengereket is. Egy kicsit itt elnagyolt, de azért jó lett. És még nagyon fontos, az, hogy látszik, hogy ezt bizony Kepler távcsővel készítették. Tehát nem Galilei féle távcsővel, hanem Kepler távcsővel, rendes, normál csillagászati távcsővel, azaz a dél fent van, észak lefelé. Akkor még hála Isten nem fedezték fel a zenit prizma féle ördögi talán. És az én kedvencem, ami egyszer a Meteorban írtam, a Claude Melannak a rajza, ugye itt annyit kell tudni, hogy Gassendiék
szerettek volna egy pontos holtérképet készíteni, és aminek a lényege az volt, ugye nem azért készítették a holtérképeket, hogy gyönyörködjenek, és hogy mert érdekli őket a hold maga, hanem elsősorban a hosszúság, tehát a Földön, a földrajzi hosszúság meghatározására. Mert hogyha van egy holtérképünk, ahol jól beazonosíthatóak a kráterek, alakzatok, és tegyük fel, hogy van egy holdfogyatkozás, ahol ugye mindenhonnan egy időben történnek a kráterkontaktusok, és az egészen gyorsan, akkor azoknak a méréséből és a pontos idő, és mondjuk a világidő ismeretében ki lehetne számolni a földrajzi hosszúságokat, hosszúsági fokokat, ami akkor azért nagyon nehezen megvalósítható volt. Vagy akár a Terminátor vándorlásánál is, csak ugye hát az lassan megy, és nem olyan pontos mondjuk, de egy ilyen teljes holdfogyatkozás az kiválóan használható erre a célra, tehát a kráterkontaktusok mérése. Nem tudom, hogy észlelte már valaki kráterkontaktust teljes holdfogyatkozáskor. Ez egyébként nagyon izgalmas dolog. Ugyanis amikor elsötét, tehát telehold környékén elsötétül a föld árnyéka szépen eltakarja a hold felszínét, a föld árnyékába merül a hold, pontosan kifejezve, és az ilyen nagyon fényes kráterek, ez a térkép, amit készített Melán, például a Kopernikusz, vagy a Tihó, bocsánat, Kopernikusz, Tihó, vagy a Arisztarchusz kráter, ezeket nagyon szépen lehet látni, és ilyen kontaktusokat lehet mérni, és ez nagyon izgalmas dolog teljes holdfogyatkozáskor. Egyébként ez a rajz, a Melán, ő egy híres ilyen metsző volt, lehet, itt-ott be lehet bukani mindenféle metszetbe, amit ő készített, és ez is egy nagyon-nagyon pontos holtérkép. Semmi nem lett belőle ebből a térképből, de ebben az időben már megindult a hold térképezése, tehát ilyen professzionálisabb szinten, a Langrenus, Hevelius és Ricciolék. Én egy picit csak a Galilei kráterről beszélnék, mert hogy a Galileiről lett elnevezve kráter. Az 1600-as évek elején, ez 1627-ben kezdte el talán a munkát Langrenus, tehát az első ilyen hivatalos holdtérkép, ami rendes nevezéktannal jelent meg, és ő bizony elnevezett már Galileiről egy krátert, ez volt az írásmódja Galilei kráter, tehát két ellel, és valahol itt szerepel a Campanus kráter, egy egészen nagy kráter, mert fogunk róla képet látni, tehát valahol itt a déli környéken szerepelt. És hát ez majdnem, hogy hát ez 1647-ben jelent meg, néhány évvel Galilei halála után. Aztán talán a legszebb holtérkép volt ez így a korai holtérképezési időszakban. Hevelius nagy szelenográfiájában három térkép jelent meg, egyébként ez a legszebb közülük. Ő nem nevezett el emberekről alakzatot, ő a földi tárgyakról nevezett el, illetve a földi hegyekről és földi alakzatokról nevezett el holdi alakzatokat, így aztán nem szerepelt Galilei kráter. Viszont szerepelt Ricciolinál, és ez számomra egyik legrejtélyesebb és legizgalmasabb dolog. Ugye Grimaldi volt, aki megrajzolta ezt a térképet, és Riccioli, aki elnevezte. Ők jezsuiták voltak. Ugye a Galileinek sok baja volt a jezsuiták, illetve sok jezsuitával, és mégis csak elneveztek egy krátert Galileiről. A Riccioli féle nevezéktan az a nevezéktan, amit mai napig használunk. Tehát gyakorlatilag Riccioliék tudósokról neveztek el holdi alakzatokat, csak tudósokról, tehát nem politikusokról, mint ahogy például Langrenus, illetve még IV. Fülöp királyról és az udvari emberekről, meg saját magáról egyet, ami egyébként meg is maradt, tehát itt van, ez a Langrenus kráter, ez egy hatalmas nagy erasztotenészi korú kráter, ami egyébként meg is maradt a mai napig. Három alakzat maradt meg, amit ő elnevezett, tehát az eredeti helyén, de valami 30 valamennyi, csak különböző kráterekre. Tehát nem ugyanazok a kráterek szerepelnek Ricciolinál, és ugyanazon a név alatt, mint ahogy Langrenus. Na mindegy. Szóval a Riccioliéknak volt egy rendszerük, az északi részeknél az régi tudósokat, tehát az ókori tudósokat, aztán például a holdnak a nyugati felébe a heliocentrikus világkép
támogatóit, vagy a kitalálóit, megalkotóit, és lent pedig az újabb tudósokat nevezték el. És nagyon furcsa, hogy például Kopernikuszról egy iszonyatosan nagy krátert neveztek el. Ugye a Kopernikus kráter az a hold felszínen olyan, mint például a mi égészelésnél, mondjuk az Andromeda, a galaxis, vagy az Orion köd. És mégis itt szerepel az óceán, a viharok óceánjában. És ugye úgy is indokolta Riccioli, hogy az óceánok viharába hajítom Kopernikust és a többit, Keplert például. De valójában fel lehet úgy is fogni, hogy miért a legfényesebb, a leghatalmasabb krátereket nevezte el róluk. Tehát, hogyha annyira gyűlölték volna mondjuk a heliocentrikus világképet, akkor el lehetett volna nevezni valahol itt a déli féltekén is egy pici jelentéktelen krátert, amit soha senki nem talál, nem tud beazonosítani. És mégiscsak itt vannak ezek a hatalmas nagy kráterek, hogy a Kepler is, már az kisebb, mint a Kopernikus, de hát a fényes kidobott sugársával az nagyon feltűnő. Vagy ugye följebb van például Aristarchus, aki még az ókorban megalkotta a heliocentrikus világképet, és Galileiről is elnevezett egy krátert, egy egészen fényes foltot. De sajnos az nem kráter, hanem egy úgynevezett albedó pamacs. De a lényeg az, hogy Galileiről is elnevezett valamit, és hogyha annyira gyűlölték volna, ugye ez 1651-ben jelent meg, tehát még nem telt el 10 év Galilei halála óta, és mégis elneveztek egy fényes alakzatot. De az, hogy most nincs, vagy hogy a mai Galilei kráter két apró, pici kis jelentéktelen kráterecske, az viszont Birnek és Madlernek köszönhető, akik jóval később, az 1600-as években, 1834-ben jelent meg ez a térkép. Ők észrevették, hogy a Galilei kráter, az valójában nem kráter, hanem csak egy ilyen fényes foltocska, és itt van. Ez a fényes folt, és ők albedó pamacsokat nem neveztek el, ezért azt tették, hogy törölték a nevet a ma már Reiner gammaként ismert albedó pamacsról, ez a Reiner kráter, ez a Reiner gamma, és itt két közeli, így teljesen jelentéktelen, pici kis krátert neveztek el, hogy ez a Galilei, ez pedig a Galilei A kráter. Tehát ez a két kráter viseli most Galilei nevét. Tényleg méltatlan. Hát, hogyha valaki ránéz, akkor látja, itt van Kopernikus, itt van Kepler, és akkor itt van két kis, kis műtyürke valami, és ezek Galileit, az egyik legnagyobb, a modern tudomány megalkotójának a nevét, két ilyen pici jelentéktelen kráter viseli, hát ez hallatlan. De hát egyébként ez volt a lényeg. Tehát simán, pusztán gyakorlati oka volt ennek, hogy Beer és Madler a Galilei krátert ilyen, tehát Galileo csak ilyen kis pici krátert nevezett el, ami a közelben van, és még nem volt megnevezve. Hát, hogyha megnéznénk a Galilei krátert, ugye ez Langrenusnál egyébként ez lenne. Tehát ez volt az eredeti Galilei kráter. Ugye ez a Buliádus, itt a KSP Dome. Nagyon szép egyiket, a Mare Nobiumban vagyunk, ez a Pitatus, ez egy nagyon izgalmas rész. Itt van az Erero-nak a felvétele, itt van a Campanus kráter, ma már Campanus kráterként ismerjük, de ez volt a eredeti Galilei kráter, Langrenusnál. FFC kráter, tehát vulkáni módosuláson ment részt, látunk rianást is a kráter alján, még a központi csúcsot is. Normál becsapódási kráter, csak utóbb láva folyt. Itt a KSP dóm, az egyik legszebb holdbéli dóm. Lehet látni a tetőkalderát. És itt van az a Galilei kráterek és a Galileiről elnevezett alakzatok, az eredeti és a mostaniak, ami a legjobban meg lehet figyelni. Mondjuk egy körülbelül ekkora területen. Ez az Oceanus Procellarum, itt van a Kepler kráter, lehet látni, ugye, hogy ez egy fényes, sugársávos kráter, nagyon szépen lehet látni minden kis alakzatot. Itt van a Marius Dóm mező, de ami bennünket érdekel majd ez, tehát ez az albedó pamacs, ez a Reiner kráter és a Reiner később erről elnevezett, ma már Reiner gammaként ismert albedó pamacs, ami egy mágneses anomália a hold felszínén. Tehát itt a holdnak ugye nincs mágneses tere, de ezen a kis téren, meg ilyen albedó pamacsokon, vagy ilyen mágneses anomáliákban van valami kis helyi mágneses mező, ami megakadályozza, hogy a nap részecskárvás, tehát a napszél elsötétítse a hold talaját, a regolitot. Szóval ez volt az eredeti Galilei kráter Riccioli térképén.
És innen nevezte, tehát ezt megszüntette Beer és Mädler is, ezt a két jelentéktelen krátert nevezte el Galileiről. Tehát ez a Galilei, ez pedig a Galilei A kráter. De más alakzat is található ezen a fényképen, amik Galilei nevét viselik. Például ez a hegy, ez a Galilei Ki hegy, ami gyakorlatilag a Marius Dóm mezőnek egyik hatalmas nagy, ilyen effúzív dómja, ami kicsit különbözik például a KSP-től, ami valahol itt található, tehát ezek sokkal meredekebbek, valószínűleg, hogy egészen más viszkozitása volt, sokkal nagyobb, magasabb viszkozitása volt a lávának, ami kitört, ami létrehozta ezeket a dómokat, nem olyan, mint a normál ilyen pajzsvulkánszerű dómoknak. Illetve itt van itt meanderezik, vagy kanyarok egy nagyon pici jelentéktelen kis rianás, ez a Galilei rianás. Tehát gyakorlatilag a Galileiről elnevezett alakzatok, amik most ebben a pillanatban is Galilei nevét viselik, ez a két kráter, ez a hegy, és itt ez a pici kis rianás. Nagyon izgalmas megfigyelni, mondjuk ezt a két krátert annyira talán nem, de a Ki-hegyet, illetve a rianást, azt igen. És hogy néhány hazai észlelést is mutatnék. Konya Zsolt felvétele, ez a Reiner, itt van a Reiner gamma, a Marius kráter, itt van a Galilei, Galilei A, és talán, hát nem tudom, hogy ez lenne, ez valószínűleg nem talán, nem, itt van, aha, itt húzódik a rianás, nagyon picit lehet látni, és itt lenne a Ki-hegy. Érdekessége ennek a felvételnek, rögtön látszik rajta, hogy ez egy nagyon erős nyugati librációnál készült. Kurucz János felvétele, itt van a Reiner gamma, Galilei kráterek, Galilei Galilea, és itt van a rianás, ez egészen jól látszik a Galilei rianás, és itt van a Ki dóm, vagy Ki hegy. Tehát nem könnyű megfigyelni ezeket. Ez Békisi Zoltán felvétele, szintén ugye itt van a Reiner gamma, ami eredeti Galilei kráter, Galilei kráterek, és itt van a Ki hegy, de a rianás itt nagyon talán egy picit igen látható. És két alkotás, a Kárpátiádi, de hogy itt van a Ki hegy, nekem ez a kubista alkotásom, ugye egy törzsi szoborról, ez maga a Ki hegy, és itt a rianás. Ezt valami nagyon-nagyon sok százszoros nagyítással készítettem a Polaris nagy reflektorával. Tehát ez egy ilyen, nem egy egyszerű megfigyelni, de hát lehet látni, hogy egy síró ember, hogy nem is tudom, hogy valamilyen törzsi, mindenképpen valamilyen törzsi pajzsra emlékeztet. És köszönöm a figyelmet, ha valakinek valami kérdése van, akkor nyugodtan tegye fel. Köszönöm szépen. Galilei korában milyen volt a Föld-hold távolságnak az értéke? Nagyon jó. Tehát jól tudta, azért is tudta kiszámolni például a hegy magasságát. Tehát azt tudta, hogy 60 földrádiuszra van. Tehát ezt tudta ő jól, és tudta, hogy két hetede, azt hiszem, így határozta meg a Sidereus Nunciusban, most itt lenne a kezünk ügyében, akkor tudnánk, az átmérője. És igen, 2009-es, és nagyon pontosan tudta a méretét a holdnak, nagyon pontosan, és ezért tudta megbecsülni, megmérni a hegyek magasságát. Nem csak ő tudta, mindenki más is tudta a holdtávolságot, meg a méretét. Tudták, hát az, hogyne, az már igen, már a Eratosztenész óta, sőt meg Arisztarkosz óta szerintem azért régis, már jól tudták ezt. Igen, hogy milyen távolságban, de azért az tényleg szerintem nagyon, nagyon jó volt, hogy már például a Appenninek a magasságát megmérte, és az... És ugye Galileinek az volt a nagy érdeme, hogy ugye mint egy gyakorlati ember volt, tehát még más vitatkozott volna, hogy az új van-e vagy nincs, de Galilei már rögtön a gyakorlati felhasználását nézte. Például Jupiter holdnak is, hogy esetleg azt is lehetne használni a navigációra. Csak ugye hát később ugye próbálkoztak is, amikor még rőverék előtt, amikor még nem tudták, hogy sajnos a fénynek van egy terjedési sebessége, hogy a végtelen sebességet terjed, akkor nagyon jól lehetett volna használni órának, de hát sajnos
Sajnos van egy eredeti sebessége. Ja, valahol itt van, mindegy, most... Elképviselődött a vonal. Igen, ezer, ezer forintért lehet kapni. Ja. De nagyon, nagyon, hát maga a Sidereus Unctius megír annyit. Kérdés. Köszönöm szépen, akkor jövő héten kicsit még maradunk a holdban. Hogy Ferenc a Jádény úrról és Kalambérről fog előadni. Tudja valaki, hogy milyen állat az a Jádény úr? Kínai. Kínai állat, hogy mit tud? Mászni a holdon. És egyébként is a kínai űrkutatás fejlesztése mindenképpen aktuális, úgyhogy összességében a kínai űrhajózás űrkutatásnak a aktuális helyzet jelentése lesz a jövő héten. A Feri nagyon sok érdekességet tud, úgyhogy tessék eljönni minden jövő hétszámban. Eljönni.